Bár az északbácskai földeken még javában zajlik a búza őszi vetése, ott, ahol korábban elvetették a búza magját, ott már ki is kelt a kedvező időjárási feltételeknek köszönhetően. A szakemberek becslése szerint az áremelkedésnek köszönhetően az idén Szerbiában 600 ezer hektáron vethetnek búzát a tavalyi 560 ezer hektárhoz képest. A már elvetett gabona fejlődésének rendkívül kedvez az elmúlt hetekben hullott bőséges csapadék és a mostani enyhe napos idő. Nem csak búzából, de árpából is többet vetettek az idén a ludasi gazdák. Varga Zoltánnál eddig 15 holdon került földbe a mag. A terményárak emelkedését illetően azt mondta, mindez valójában egy szerencsejáték. Nincs logika most egyelőre. Nem tud az ember előre számolni, hogy mi lesz jövőre. Ez azt jelenti, hogy ha most magasak a terményárak, ez nem biztos, hogy jövőre is így marad. Ez csak egy hullám szerintem. Most az emberek sok mindent hallanak, most ki tudja, hogy mi lesz ennek a vége még. A terménytőzsdén a búza kilónkénti ára az elmúlt héten 20,5 és 22,5 dinár között mozgott, forgalmi adó nélkül, ami mintegy 11%-os áremelkedést jelent. A szója is megdrágult, kilóját 46 dinárért adták el, míg egy évvel ezelőtt 36 dinárt fizettek csak érte. A kukorica ára egyre jobban emelkedik és lassan rekordokat dönt. Aladics Tibor ludasi felvásárló szerint hihetetlen állapotok uralkodnak jelenleg. Visszamenőleg szinte mondhatom azt, hogy 2012 a nagy szárazság óta nem volt ilyen alkalom, hogy a kukorica aratás szezonjában ennyire emelkedett volna a termény ár. Szinte azt lehet mondani, hogy nap mint nap változik a záró értéke, ami nagy kavalkádot, nagy zavartságot okoz, hiszen igazságosan nem is tudjuk megoldani az embereknek a kifizetését. Egyszerűen napi árak vannak, és ehhez próbáljuk tartani magunkat. Kedden már 20,5 dinár tett ki a tengeri napi felvásárlási ára. A korábban betakarított, de most eladásra kínált termény nedvességtartalma is ideális, tehát maximális áron értékesíthető. A felvásárló szerint megtörténhet, hogy az jár jól, aki betárolja a kukoricát, mert lehet, hogy később még magasabb árat kap érte. Hozzátette, egyes nagyobb kukoricatermő országokban, mint például Ukrajnában és Romániában, a katasztrofális szárazság miatt alig lett termés. Egyrészt emiatt is emelkednek folyamatosan a világpiaci árak.